Sziasztok! Ismét elérkeztek a glamour napok, úgyhogy szokásomhoz híven most is elviszlek titeket a Rossz Mamba vásárolni, és megnézzük, hogy mik az újdonságok, és hogyan tudom a legjobban felhasználni a kuponokat most. Hogyha érdekel titeket egy kis vásárlás, egy kis sminkelés, mert a végén a termékeket, amiket beszerzek, sminkelés közben is felavatom majd, akkor mindenképpen tartsatok velem! Na hát, az egyik, amire nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként, még mielőtt bemennénk a Rossmanba, az az, hogy képzétek el, a mi Rossmanunkban, ahova szoktam járni a legtöbbször, eltűnt a Lovely pult. És ezért nagyon szomorú vagyok, mert a Lovelyt egyre jobban szerettem. Kíváncsi lennék, írjátok már meg kommentben, hogy nálatok is, vagy fogyatkoznak a Lovely termékek, vagy a feltöltés akadozik, vagy eltűnt nálatok is a Lovely pult, mert nálunk szőrészállán nyoma veszett. És amikor legutóbb voltam ott, akkor üres volt a pult. És most nem tudom, hogy is ez az állvány. És most nem tudom, hogy a helyére került-e valami, vagy mi került. Ez lesz az első, amit megnézek. A másik pedig a Vivian Szabó állvány, ami szintén eltűnt, de ezt már nagyon régóta vártam, hogy, vagyis nem vártam, hanem sejtettem, hogy el fog tűnni, hiszen már vagy egy éve nem pótolták utána termékeket, semmi újdonság soha nem jött, és nagyon nehezen volt utántöltés, ha egyáltalán volt. Úgyhogy azt gondoltam, hogy meg fog szűnni, és a helyére nagyon szurkolok, hogy NYX, vagy pedig még jobb lenne, ha Evelyn jönne. De nem tudom, hogy mi van a helyén, meg fogjuk most nézni együtt. És ezen kívül meg viszonylag céltalanul indulok most el. Egy dolog van csak, megmutatom. Amit mindenképp újra szeretnék venni, az ez a L'Oréal Puder, hiszen, mint látjátok, már eléggé elhasználtam, már eléggé lyukas, és ez már nem olyan sokáig fog nekem tartani. Őt szeretném mindenképpen újra venni, ezen kívül pedig majd, amiben belebotlak, és ami szimpatikus lesz, tehát most így ennyi a célom. Meg egy pár olyan dolog, amit mindig ilyenkor szoktam kedvezményesen megvásárolni, Garnier arclemosó tej, egy-két tisztítószer, ilyesmi, de lényeg az, hogy smink tekintetben meg most annyira nem tudom, úgyhogy nézzük meg, hogy mit találok. To be within the lines of 2 degrees and 9 to 5, and I've been working after work since last September. Working after work, yeah. Ahogy mondtam, az első dolgom az volt, hogy megkeressem, hogy mi lett a Lovely állványal, és hát szomorúan látom, hogy eltűnt. Nora Beauty van a helyén, meg az Ardell. Hát a Nora Beauty-nál akkor, ha már itt jártam, akkor elkezdtem keresni azt az új patronos után tölthető szemhéj festéket, és egyébként gyönyörű szép ennek az állványa, az úgy hirtelen elég meggyőző is volt. Első gondolatom az volt, hogy akkor innen biztos, hogy viszek, de mondjuk nem glamournapos, ugye erre egyáltalán nincsen glamour kedvezmény vagy ilyesmi. Nagyon kis szépek voltak, és több színárnyalatban is kapható. Kikentem az összeset a kezemre, 1, 2, 3 az itt látható fölül, és egyébként szerintem szépek is ezek a színkombók. Ahogy néztem, minden fényes egy kicsit, de amúgy jó párosítások. Aztán itt van ugye a 4-5-6 alul a kezemen. Igazából el is gondolkodtam, hogy elvigyem. Őszintén bevallom, hogy az árát sokallom egy kicsit. Meg ahogy elkezdtem kikenegetni, meg használgatni azt a sticket, azt a kis ceruzát, vagy nem tudom, minek hívjam, azért olyan kis, nem tudom, nem tűnt annyira stabilnak se, meg úgy, nem is tudom, tehát egyébként meg szépek, és első körben úgy döntöttem, hogy akkor el is viszem ezt a 04-es kombinációt. Igazából ebben ugye két szín van, ez az Evergrey meg a Pink Glow, azok együtt nagyon szépen mennek egyébként. Legközelebb, ha cserélni szeretnéd, akkor pedig ugye két patront kell venni. Eldöntheted, hogy ugyanezeket rakod-e bele, ugyanezt a párosítást, vagy nem. Minden esetre én most beleraktam a kosárba, és ez volt az első dolog. A következő, amit megláttam, ugyancsak olyan, ami érdekel, és ezt a pirosítót már beszereztem az Essence Mickey kollekcióból. Ezt mutattam is nektek a Pink Panda Hallomban, hogy ez ilyen benyomhatós, mint a MAC-nek a Glow Play Blush, igen, az a neve a MAC-től. Egy kicsit más az állaga azért, majd össze fogom őket hasonlítani egy másik videóban. Nagyon cuki ez a kis mini jegeres, Mickey jegeres koncepció, meg ezek a paletták is. Hát nem bírtam ki, hogy azért nem mutassam meg nektek, és ne nyújkáljak bele.
Majdnem megfordult a fejemben, hogy hozok is valamit, mert amúgy így nagyon meggyőző, és tök jó kis őszi színvilág, nagyon tetszik. Aranyos ez a kis kihajthatós megoldása is. Hát kiszvacsolom, azért megmutatom nektek. Viszont ugye erre sincsen glamour kupon, szóval tök jó, hogy már itt több mindent is nézegetünk, de egyik se kedvezményes. Ennek a zöldesnek egyébként ilyenek a színei szerintem gyönyörűek, bár egy kicsit úgy éreztem, hogy talán nem elég, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy ismétlődőek a színek, mert nem teljesen egyformák, viszont mire felrakott szemre, azért nem is olyan nagy eltérés van szerintem a bronzosok között. A világos zöldet meg nem éreztem elég intenzívnek most így itt hirtelen, nem tudom, hogy fölkenve mennyire veszti el a színét, sejtem, hogy igen. De egyébként meg nem volt rossz egyáltalán szvacsolni őket, jó kis krémes puha színek voltak, úgyhogy annyira borzalmasan rossz se lehet, az is biztos. Ez a másik koncepció színvilág is tetszik, ez a kis rezes, ez is tök jó őszre egyébként abszolút, és ebbe is nagyon jó volt belenyúlkálni. Ezt is mindjárt megmutatom nektek szvacson, és egyébként jó kis kihasználható színek ezek. De itt is azt éreztem, hogy nagyon olyan kis egyhangú, vagy nem is egyhangú, de olyan túl közel vannak egymáshoz a színek ahhoz, hogy fönt személyen érvényesülni tudjanak külön. Egy kicsit jobban variáltam volna őket, vagy nem is tudom, de egyébként meg harmonikus, meg szép színek, meg jó kis palettának tűnik. Engem úgy annyira nem vett le a lábamról, nem bánom, hogy nem rendeltem még meg, ezt is most itt tudtam hagyni, főleg, hogy erre nincsen glamour kupon, ugye? De egyébként meg jó pofa kollekció, szóval szerintem, hogyha valakinek szerelem lesz, akkor nem nagy mellé nyúlás, azért azt hozzátenném. Jaj, meg még ez a szájfény is érdekelt, ezt mindjárt kikenem a kezemre. Ennek olyan kis szép, finom fénye van, vagy színe van, hogy ezt például szívesen kipróbálnám. De kibírtam, nem hoztam el, de azért már mutatom a kezemen. Tényleg ilyen kis, nem is tudom milyen szín ez, nagyon paszteles, de szép. Na, aztán az Essence állványon egy másik újdonság is itt van, erről már csináltam nektek videót, ez a multikróm dolog, amit ugye ezt is hasonlítottunk a Danessa Myricks-el, ez a multikróm flakes. Na, itt nagyon megörültem, hogy itt volt a lilából, mert tudjátok, eredetileg én a lilát akartam megvenni, főleg, hogy a Danessa-m is lila, viszont rózsaszínben tudtam rendelni, amikor rendeltem a makeup.hu-ról. És ennek most nagyon örültem annyira, hogy egyből gondoltam, hogy el is viszem, és kosárba is helyeztem, mert ez az a Galactic Vibes árnyalat, amit egyébként vadáztam korábban, és amúgy nem is nagy összeg, de nincs rá glamour kupon egyébként. Közben még egy dolgom megakadt a szemem, ezeket az Essence monókat fogalmam nincs, hogy ez új, vagy nem új, vagy hogy van ez, de ezt én konkrétan még nem láttam, ezt a 07-es árnyalatot. Hát ez nekem nagyon tetszik, ilyen kis sampány, ez is a neve, pezsgő árnyalat. Olyan kis szép, ha valaki keres egy jó kis, azt highlighternek is, meg szemhéjre is föl tudnám rakni. Ha valaki keres egy jó kis fényes, szép, pezsgős árnyalatot, akkor ez szerintem csodaszép. Hát én most nem fogom megvenni, nincs is glamour kupon rá, és nyilván van ilyen palettákban, de monóban ez nagyon hasznos lehet. Szemöldök alá, szemzugba, stb. Viszont elég rosszul haladunk, mert két dolog már bekerült a kosaramban is, és egyik sem glamúros kuponos, úgyhogy nem teljesen ez volt a tervem. A Rival Pultnál egyébként lenne akció is, de még mindig ez a beach-es kollekció van, paletta, hál' Istennek nincs csak tesztel, nem tudom megvenni, szuper. Ebből a ceruzát egyébként megkaptam egyik nézőmtől, amit nagyon köszönök hálásan. Viszont néztem, de a Maxim kollekciót nagyon vártam volna, nem tudom, az nálunk valaha is elérhető lesz-e, de sajnos ez nem volt, viszont, és ide nézzetek, eltűnt a Vivian Szabó pult, amit sejtettem, hiszen már nagyon régóta nem frissítették, hogy el fog tűnni, és nagyon reménykedtem, annyira szurkoltam, hogy vagy Evelyn, vagy Nyx, de inkább Evelyn jöjjön a helyére. Itt vannak ezek az Urban Decay utánzatok, erről a Charming Mokkáról már készítettem is YouTube-on videót, és összehasonlítottuk, és nagyon picivel rosszabb minőség csak, mint az Urban Decay, abszolút jó helyettesíteni. Erről már készített Regi videót, neki is jó tapasztalatai voltak. Ez pedig a Cherrynek az utánzata, ezt is nagyon szívesen kipróbálnám, ez egyébként Cosmopolitan díjas is, úgyhogy egyszer biztos össze fogom hasonlítani még én is őket, még valamelyiket. Hát most lehet, hogy kihasználom, de még nem biztos. Itt vannak egyébként a színei nagyjából. Ahogy kihúztam, viszont egy kicsit másképp néz ki nekem így hirtelen ez a legalsó a cseri utánzat.
Ez pedig ugye a ultraviolettnek az utánzata. Hát nem tudom, nem mindegy, most nem vagyok benne biztos, hogy ebből vásárolni fogok, de esélyes, hogy egyszer majd még igen. Most azért még átnézem ezt az állványt, mert ennek nagyon-nagyon megörültem, és ugye 30% kedvezmény van most itt mindenre, úgyhogy a legjobb lehetőség próbálgatni. Ide nézzetek, hát ezt imádom. Kis velencei karnaválos feeling, hát ez hogy néz ki, milyen szép. Ez egy púder, ugye? Ez például az elsők közt volt, ami megakadt a szemem, és gondolkoztam, hogy ezt vigyem el, az a kis pufni benne nagyon tetszik. Meg úgy általában ez az összes púder itt szimpatikus. A problémám, hogy ezek a nagy paletták azért elég drágák, és most nem is tudom még, hogy használjam ki legjobban a kuponokat, meg mit szeretnék még venni. Vannak itt ilyen kisebb paletták is, ezek is tetszenek. Az egyik legjobban természetesen ez a málvás színvilág, rózsaszínes színvilág. Ez ugye jóval olcsóbb. Ezt ki is swatcholtam, és nekem swatch alapján is tetszik, gyönyörű, szépek, csak hát nyilván vannak ilyen színeim, főleg, hogy mióta megadtam a hudamattot, de ebbe fényesek is vannak. Ó, Istenem, szóval ezek nagyon kis szépek. Én gondolkodom erősen, hogy ez legyen-e vagy sem. Ez 3890-ért egyébként teljes háromsebészes. Aztán megnézegettem itt ezeket a lakkokat is, hát nézzétek már, milyen gyönyörű, szép lakból. Nekem van most nagyon sok. Viszont ez gyönyörű, szép fedőnek is szerintem, úgyhogy ezt itt nézegettem egy darabig, aztán visszaraktam, de hogyha valaki ilyen téli jeges feelinget keres, ez tök jó lehet. Viszont ami megakadt a szemem, ami újdonság itt, ez a Wonder Match alapozó, ami elvileg ilyen second skin hatású, vagy valami ilyesmi. Ezt el is kezdtem nézegetni. Ezen tetszett, ami van hialuronsav, meg hogy satin finish-e van, second skin effect, termálvizes, mikrobiom protection, mikrobiom támogatása, az nagyon-nagyon hasznos nekem, főleg az érzékeny bőrömre, télen meg főleg. Úgyhogy ezt ki is kentem ide. Hát az állaga az ilyen, mint látjátok, nem annyira nagyon folyós. Ezt nézegettem és kerestem. Kikenve nagyon szimpatikus volt, jó érzés volt a bőrön. Nem is tudom, illatra is, meg úgy mindenre nagyon szimpatikus volt, de aztán megakadt a szemem a másik félén, mert nézzétek, csak erre az van helyírva, hogy Lumi. Ami ugye a mostani trendnek abszolút megfelel, hogy ez fényesítő. És aztán nézegettem még egy kicsit tovább, hogy mi a különbség. Ugye erre azt írják, hogy satin finish, erre meg azt, hogy lumi, tehát a másik az ilyen satin fényem, ez meg fényesebb. Erre alapozót írtak, ami egyértelmű, viszont itt a luminál egy pillanatra meg tévesztett, hogy erre azt írták, hogy alapozó világosító, de ezt egy kicsit olyan furán fogalmazták meg, mert ennyire lehetne alapozó világosító is, de ez alapozó, nem csak hozzákeverhető világosító, na mindegy, értitek. Úgyhogy el is kezdtem azt is kikenegetni, és akkor itt látszik, hogy a felső ugye az, amelyik fényes, a lumi, hát jóval nagyobb fénye van, a másik az tényleg csak ilyen kis szatin, sőt még vagy matt, vagy ilyen nagyon kis sejemfény maximum, ez meg konkrétan fényes, ami most trend és ráadásul tél jön. Úgyhogy ez a világosító, ez egy kicsit furán van ráírva, megkerestem, mi van a tégelyre írva, és ez konkrétan alapozónak hívja ő maga a gyártó, úgyhogy nem kell, tehát olyan értelemben gondolják csak világosítónak, hogy ad egy kis fényt, ugye, csak rosszul van egy picit megfogalmazva. Viszont ez is annyi mindennel tele van, C-vitamin, hialuronsav, ez a French Rose Extract is tök jó, anti-wrinkle, annyi minden niacinamid, meg ilyen-olyan mindenféle tök jó dolog van rajta. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus volt, mert annyira viszont nem drága, mint amennyi jótékony dolog, meg öregedésgátlás ellen, meg minden ellen van benne minden. Ezt most jól megaszontam, de értitek, és el is kezdtem felkenegetni a tesztereket a bőrömre. Az egyik oldalon a simát használtam, ami ugye nem a fényes, hanem a sima. Ezen az oldalamon pedig a lumi van. És azt vettem észre, hogy talán a lumi az lehet, hogy nem fedi le annyira a pirosságaimat, viszont mind a kettő építhetőnek is tűnt egy kicsit a kritikus részeken. Én raktam is még pluszba a lumiból, hogy próbálgassam, és én tényleg úgy látom itt magamat
ebben a felvételben, meg itt a tükörben, mint hogyha nem is lenne rajtam alapozó. Tehát ez a második bőreffekt, ez tényleg eléggé érvényesül szerintem is, úgyhogy egyelőre ez nagyon tetszett. Nekem csak ott a pirosságaimra szeretnék még plusz fedést. Úgyhogy ezt ki is próbáltam, a Lumiból raktam még egy kicsit. Itt egy kis plusz Lumi, és akkor oda, tehát ott van nekem konkrétan mindig átütő pirosság, azzal kell egy kicsit extrán foglalkoznom, de így igazából, ha csak oda raktam még egy kicsit, akkor simán le tudtam fedni. És még mindig egészen jó volt szerintem, ilyen hihető, még csak sminkbe se kell lennem, sminkben sem kell lennem, és így lehet, hogy azt is hinné valaki, hogy nincs is rajtam egyáltalán smink. Hogyha még meg se csinálom a szemöldököt, semmit, csak a bőröm szebb. Úgyhogy ezt a kosárba raktam mindenképpen, ezt meg fogjuk nézni, mert erre nagyon kíváncsi vagyok. Ő tud ilyen velem. Na, aztán még vizsgálgattam ezt a pultot, hát úristen, annyi minden jó dolgot találtam. Például elhatároztam, hogy egy ilyet is viszek. Én ugye nem szeretem, amikor csíp meg mar egy szájfény, és ez a busztulás sem feltétlen célom, viszont poén, mint termék, meg kíváncsi vagyok, hogy mennyire van ennek hatása. Ez a szokásos csilis, viszont van ennek több verziója az Evelynnél. Van ez a csokis például, itt mellette, képzeljétek el, ez csoki illatú, azt ígéri. Viszont aztán megnézegettem az összetevőit, és mindegyikben van csili, tehát mindegyik fog egy kicsit csípni, az biztos, vagy így tudjátok, egy kicsit így vérbőséget okoz, meg ilyesmi. Gondolkoztam, hogy elhozok egy ilyet, mert csináltam, tudjátok, az ikonikus Too Faced Lip Injectionről ismert videót, ez nagyon poén videó volt, az tényleg hatékony is. Megnéztem az összetevőit, és mindegyikben van méh méreg, képzeljétek el, meg ápoló dolgok is, mint a jojoba olaj, meg vitaminok is, de csili kivonat is van. Kapszaicin is, tehát ugye ez ilyen vérbőségfokozó, és attól dúzad az ajak, elvileg tényleg. Egyébként árban nem rossz, szerintem. Úgyhogy én a kosaramba raktam első körben még ebből is egyet, hogy ezt kipróbáljuk és leteszteljük, mennyire hatékony. Aztán még gondolkoztam a palettákon, miközben megláttam, hogy nézzétek már, milyen jó kis szemhétusok vannak, amik ráadásul vízállónak vannak írva. Ezt jól megmondtam, tehát vízállónak ígérik. Ez a kék, ez a sötét kék, hát ez valami gyönyörűség. Ki is kentem a kezemre mind a négy színt. Igazából mindegyik tetszik, de legerősebben ezen a kéken gondolkodtam, vagy még az a kicsit aranyos szín is nagyon bejött. Mindegyik fényes, és mindegyik extra tartós elméletileg, mindegyik tetszik. Szóval, na, ezen gondolkodtam elég sokáig, hogy hozzak-e végül, ezekből amúgy nem hoztam, de majd egyszer azért kipróbáljuk. Viszont, amit nem tudtam megállni, úristen, ebből is elhoztam volna annyit egyből. Nézzétek, milyen érdekes gél liner szemceruzák, de gélesek és elvileg extra tartósak. Hát a lila is, ez a türkizes is, ez a rózsaszínes is nagyon tetszik, viszont lilát valami jót keresek már egy ideje, mert van nekem egy essence, de az elég vérszegény lila. Tesztet sajnos nem láttam, úgyhogy kikenni nem tudtam a kezemre, egyáltalán nem tudom, hogy milyen állag lehet, úgyhogy ezt a lilát, ezt elhoztam, ezt meg ki fogjuk próbálni. Aztán találtam gyönyörűséges ilyen szájfényeket is. Tudjátok, ez nagyon gyengém, ez a Diamond, ez a jeges, fényes, csillogós, ezeket nagyon-nagyon szeretem, viszont hát ilyenem van most sok. Kikentem a kezemre, szép a fénye, igazából ennyi. Most ezt itt hagytam, nem viszem el, mert most tényleg fel vagyok ilyesmivel ruházva, de egyébként itt tényre különösen jó lehet. Egyébként a többi szín is nagyon tetszett volt, például ez a kicsit, nem is tudom, rózsaszín, de ez is ilyen kis fényes, hát ennek is gyönyörű színe van, legalábbis egy üvegen keresztül teszter nem volt hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy itt próbáltátok-e már, egyébként hialuronsavas ez is. Na, aztán végül ide raktam még ezt a ceruzát, sok válogatás után, eddig így állunk. Igen. Aztán ezt a pultot még mindig nem tudtam elhagyni, mert mindig valamibe belebotlottam, és visszatértem ehhez a púderhez is. Annyira tetszik benne az a kis pufni, hogy mondom, nekem már csak a pufni miatt is kell egy ilyen. Ebbe is van hialuronsav. Nagyon tetszik, hogy az összes termék olyan gazdagnak tűnik számomra. 86% minerál pigment, tehát 86% ásványi pigmenteket tartalmaz, tehát ez is nagyon-nagyon tetszik, és ez is nyert ilyen kozmetikai awardot, díjat.
Úgyhogy gondolkoztam elég rendesen. Ja igen, meg hát ez a virágos is, ez pedig direkt fényesítő, tehát ilyen glowing, fényes púder, ami most szintén trend. Tudjátok, ez a filterszerű hatás, az ilyen világító púder, világosító púder, az is gyönyörű, szép ez a kiszerelés is, de még mindig ez tetszik a legjobban. Ez transzparens, de light reflecting hatású, tehát fényvisszaverő hatású, transzparens átlátszó púder. Ezt itt egyszerűen nem tudtam elengedni, és ráadásul megtaláltam, hogy pont ez a legolcsóbb, amelyikbe a legjobban beleszerettem, vagyis hát majdnem a legolcsóbb, a 3699-es árával, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt elhozom. Bekukkantottam a Catrice-hez is, ahol még mindig ez a Secret Garden kollekció volt. Ez az arcérum olyan gyönyörűséges. Hát ez nekem nagyon-nagyon tetszik, meg jó nagy kiszerelésű is, de nem próbáltam, meg ebből a kollekcióból semmit sem vettem. Aztán itt van ez a paletta is, amit Kincsesniki videójában esett le nekem, hogy ezek krémes termékek, és akkor megbántam, hogy nem rendeltem, mikor gondolkodtam régebben ezen, mert krémes, és imádom a krémes arctermékeket. Viszont megmondom őszintén, hogy belenyúlva nekem az állaga nem annyira tetszett, egy kicsit túlolajosnak érzem, vagy úgy nem is tudom. Nem próbáltam arcon, természetesen ezért olyan tapasztalatom nincs, de nem szerettem bele így belenyúlva. Egyébként azért nyilván szívesen kipróbálnám meg olyan jó kis kihasználható átlagos színek, de pont ettől annyira azért nem is bűvölt el, meg azért van más krémes arcterméke. Most a Catrice-nek a bronzosítója, mert ez is Catrice, de az az új, amit próbáltunk is, a krém bronzer, az nekem jobban tetszett. Itt van az Earth paletta is, ez is most jött ki össze, viszont ugye nincsen Catrice-re glamour kupon. Na és itt van ez a Melted Sun Cream Bronzer, na ennek szerintem sokkal jobb az állaga, mint az arcpalettában, ami volt, vagy legalábbis én az ilyen állagot jobban szeretem, ez stabilabb. A Rimmel Avent is megnéztem, itt a Thrill Seeker, ugye az egyik nagyon kedvenc szempilla spirálom, hogyha természetesebb hatású és nagyon szép rendezett pillát szeretnék. Ezzel nem tudok akkorát csinálni, mint a Pat Magrettel vagy a Pupával, de nem is mindig célom, és akkor meg nagyon szeretem, mikor finomabbat szeretnék. Nekem a piros van, meg ez meg egy új fekete, ez is fekete, csak egy még feketébb árnyalat, de más újdonságot itt nem is láttam most, úgyhogy innen tovább mentem ezúttal most. A Maybelline pulton sem láttam újdonságot, vagy nem vettem észre, úgyhogy igazából innen se fogott meg most semmi. Hát itt van ez az alapozó még mindig, ez már ugye nem annyira új, ezt már le is teszteltem, hoztam alapozók csatájában, nekem sajnos ez nem vált be. Mást meg most itt nem is láttam, úgyhogy mentem is tovább. A Revolution állványon szintén nem láttam most semmi olyat, ami újdonság lenne, úgyhogy minden is tovább mentem. A kosaramba viszont bepakoltam útközben az Evelynnek ezt a púderét, és utána viszont eszembe jutott, hogy a L'Oréal-nál, ahol szintén nem nagyon láttam most érdekes újdonságot, ezt a True Match-et viszont alig vártam már, hogy glamour napok legyenek, hogy újra vegyem, mert ezt nagyon szeretem, az egyik kedvenc púderem, amikor mattítást szeretnék középen, meg a pórusaimon, viszont az Istené nem találtam az én árnyalatomban. De mivel jön a tél, az egyel világosabb árnyalatot, és én ezt középre használom az arcom közepén, ezért megmerem próbálni, de nézzétek csak itt a baloldali, ugye, ez egy újabb kiadása. Ez már nem is ez a hullámos pen, meg kicsit megváltozott ugye a külseje is. Vagy őszintén most nem tudom, hogy melyik az újabb. Valaki ezt tudja, mert több helyen többfélét láttam webshopokban is, mind a kettőt árulják, nem tudom, melyik az újabb. De én imádom a jobb oldalit, de remélem nem változtattak rajta, viszont elég húzós ára van azért 5000 forint teljes áron, ezért érdemes ilyenkor venni, úgyhogy gondoltam, akkor kipróbálom most, és akkor ez a bal oldali ugye most az enyém. Reméljük jó lesz. Azt mindenképp le fogjuk tesztelni, mert ez nekem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy tudjak ilyet újra venni. Na, aztán a Max Factor állványt is megnézegettem, de én itt sem nagyon láttam semmit. Itt gondolkodtam, hogy hozzak el a kedvenc rúzsomból, ez a 005-ös, ez egy annyira, de annyira jó nude árnyalat, nagyon imádom, de szerintem következő glamour napkor fogok újat beszerezni, mert egyelőre van. De ez tényleg az az igazi, igazi, gyönyörű, szép nude. Ah, nagyon gyönyörű. Meg a hozzátartozott ceruzát is nagyon szeretem különben.
Aztán egy nézőm hívta fel a figyelmet, hogy a Bourjois-nak van új szérum alapozója, ő is beállt a sorba, ugye, a trendhez. A Healthy Mix-ban ezt az alapozót én próbáltam, és nekem nem vált be a bőrömön, de nagyon sokan szeretik viszont, és ez a Healthy Mix-nek a szérum alapozója lett, tehát egy új kiadású, és hát ezt mindenképp ki akarom próbálni, mert ez nagyon tetszik. 7000 forint, tehát ugyanannyiba kerül nagyjából, mint a L'Oréal Tinted Serum, viszont most van 35% kedvezmény, tehát ilyenkor kell mindenképp beszerezni, ezt ki fogjuk próbálni. Kikentem a bőrömre, és hát jó folyós, egyből folyik is, mint látjátok, tehát ez tényleg, mint a Tinted Serum, olyasmi állagú. De egyébként pedig szimpatikus eléggé, és némi fedése is azért van, mert ott az ereimet is azért elég jól letakarja, de egy kicsit átlátszik, de az meg nem baj. Úgyhogy ez szimpatikus egyelőre, úgy állagra, meg illatra. Úgyhogy ő volt még a másik, ami 100%, hogy mindenképpen itt is marad a kosaramban, és visszük haza, aztán ezt alapozók csatájára hozom. Hát aztán még beszereztem egy pár dolgot, most 20% kedvezmény van mindenféle ilyen vatta, pamacsra, meg ilyesmire, vatta termékek, meg arcápolási termékekre az Izanánál, úgyhogy vittem főtisztított vatta pamacsot, meg arclemosó, törlő, kendő, bigyuszokat is. Ezeket egyébként is nagyon szeretem, szoktuk a sminksuliban is használni, meg én otthon is szeretem használni. Amikor glamour napok vannak, akkor mindig veszek többet. De ha már itt tartunk, ezt a Garnier-t mostanában nem vettem újra, mert többféle sminklemosom volt otthon, de már nagyon hiányzott. Elhatároztam, hogy ha lesz glamour napok, akkor mindenképp viszek haza egyet. De ez a dorral meg ilyenkor úgy szoktam lenni, hogy nekem bevált a Garnier is, a Fa is, a Rexona is, tehát többnek van, amit szeretek. Most a Fán volt a legnagyobb akció, 40%, úgyhogy abból vittem kettőt. Ezek ilyen fogyóeszközök, ugye? Viszont aztán képzeljétek el, visszahoztam a Nora Beauty-t visszarakni, mert 5000 akárhány száz forintért, én ezt akkor is sajnálom, és annyira nem győzött meg a termék, hogy olyan utánozhatatlan lenne, 5004-ért, és ráadásul az a bajom, hogy oké, hogy utántöltheted, ezt egyszer kell megvenni, de két vége van, és két oldalról kell utántölteni, és 2002 ugye az utántöltője, tehát olyan sokkal-sokkal nem lesz olcsóbb, a szerkezet maga meg nekem nem tűnt olyan örök élet meg egy nap minőségnek, úgyhogy én visszaraktam azt most. Illetve visszaraktam ezt az Essence Multichrome-ot is, mert igazából van egy Danessa-m, használom inkább azt, ezt meg már leteszteltem, mutattam nektek, kipróbáltam, nézzétek meg a videót, ha érdekel róla. És képzeljétek el, végül kipakoltam a kosaramból ezt az Evelyn púdert is, mert mostanában vettem meg púdert is, meg Catrice-t is, meg filtereket is, meg mindent, és akkor már nem úgy éreztem, hogy már pofátlanság részemről ennyi púdert venni, de ezt még sorra fogom keríteni. És mivel alapból én nem is szeretem ezeket a Plumping Effect lip glossokat, ezért ezt is visszahoztam végül, és visszaraktam. Mert azért most minek költsek el ennyi pénzt rá, nem itt szeretem. Végül ezt is visszaraktam, és palettát sem vittem egyelőre. Viszont közben megtaláltam ezeket a pirosítókat is, nézzétek már, ó, Istenem! Ez pirosító és rúzs egyben ráadásul, és nagyon gyönyörűek a színei. A Rare Beauty is ilyen kiszerelési pirosítomat imádom, és ez eléggé hasonlít rá. Mondjuk színben nem ilyen van nekem, de úristen, ez a szín is milyen gyönyörű. Úgyhogy egyszer még ezt is ki fogom próbálni. De most visszaraktam ezt is, mert ügyes voltam, de egyébként szerintem gyönyörű szép. Na most már itthon vagyok, és akkor nézzük meg, hogy végül is akkor milyen sminktermékeket hoztam haza, vegyük szépen sorba. Először is ezt az alapozót végül hazahoztam, és erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Elsősorban azért, mert annyira az Evelyn egyébként is szimpatikus. Nem túl sok mindent használtam eddig még, ugye, de azért nagyon meggyőző volt ez az összehasonlító Urban Decay-es videóm is, meg nagyon szimpatikus volt ez az alapozó. Annyi minden jó dolog van benne, amiket felsoroltam ott a boltban is, hogy valami hihetetlen, úgyhogy ezt mindenképp is szerettem volna próbálni, és a mostani trendnek megfelelően glow finish-e van, tehát ad egy kis ragyogást is majd nekünk. Egyébként az árnyalat, amit megvettem, az a 25 Cent Beige Warm, és nézzük meg, hogy hogy néz ki. Egy pillanatra csak megnézem, hogy egyébként esélyese, hogy jó ez a... Abszolút esélyesnek tűnik, jó ez a színárnyalat vagy sem, és utána majd mindjárt megmutatom, hogy végül miket fogok használni, és... Ó, abszolút jó lesz a színárnyalat.
Nagyon. És tetszik egyelőre az állag is. Ott a boltban már ugye fölpróbáltam, tehát ott már magamra kentem a tesztereket, és láthattátok, és ott nagyon tetszett, úgyhogy jó, nagyon izgatott vagyok. Végül viszont, amit sajnálok, hogy nem hoztam el, az a kis pufnis púder. Majd egyszer azért sorra kerítem azt is. A másik alapozó szintén nagyon izgalmas, amit be fogok nektek majd mutatni az alapozók csatája sorozatom következő epizódjában valamikor. Lehet, hogy a MAC fényes alapozó után, mert hogy azt is képzétek el, beszerezte Zsuzsi is, meg én is, úgyhogy mind a ketten hozunk róla majd kollabban nektek, ha minden igaz, 15-én vasárnap egy videót. A Healthy Mix szérum tehát. A Healthy Mix családnak, ugye én nagyon szeretem a korrektorát egyébként. Ez nem egy nagyon nagy fedésű korrektor, viszont nagyon kellemes állaga van, és tök jó hatóanyagok vannak ebben is. Ez ilyen fáradtság elleni, mindenféle vitaminnal rendelkező korrektor, tehát fáradtság jeleit próbálja nyilván nem a fáradtságot eltüntetni, és ezt életbőrűek is szokták szeretni, mert állítólag nem hajlamos nagyon begyűrődni, nekem amúgy sem szoktak gyűrődni, úgyhogy ezt a részét inkább csak másoktól hallottam, nekem nem gyűrődik, de nekem általában nem szokott, annyi csak, hogy nincs hatalmas fedése, de én ezt nagyon szeretem. És itt van a Bourjois-nak a Healthy Mix alapozója is. Ha jól emlékszem, alapozók csatájában mutattam talán nektek, szerintem igen. De lényeg az, hogy sajnos annyira szimpatikus, az alapján is, amit látok rajta, leolvasok róla, az alapján is, amiket hallottam róla, mert nagyon sokan dicsérik, és amikor kikenem, és megszaglászom, és fölviszem, és annyira jó érzés, és annyira szimpatikus, de képzétek el, hogy nem szereti egyszerűen a bőröm, és így szét, ez szeparálódik, tehát, hogy így nem marad egységes felületként rajta sehogy se bármit csinálok, mert több esélyt adtam neki, és egyszerűen nem valamiért. De ennek a családnak az újabb tagja viszont, ez a tintit szérumhoz hasonló, a L'Oréal tintit szérumhoz hasonló Healthy Mix szérum névre hallgató Serum Foundation. Tehát ez igazából a Serum Foundation, a L'Oréal tintit szérum az ugye szérum, nincs foundation neve, a Catrice-nek a szérum alapozója viszont szérum alapozó, ez pedig szintén szérum alapozó. Ez csak annyiból érdekes, hogy az alapozótól ugye esetleg nagyobb fedést várhatsz, mint mondjuk egy tintit szérumtól. Tehát ugye a tintit szérum az olyas, mint a BB meg a CC krém fedésben. Ez viszont egy lájtos alapozó kéne, hogy legyen, tehát elvileg az én kis piros részeimen is azért valamilyen szinten fednie kéne. Nem cél ilyenkor a 100%-os full coverage, de az igen, hogy egy jó kis egységesítést adjon. És most gonosz leszek, és ezt most nem fogjuk ma kipróbálni, mert ezt alapozók csatájában szeretném nagyon kivesézni. I could have been, I've never got no regret. The hours I've been putting in, so take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance. Viszont nem bírom ki, hogy az egyiket azért ne próbáljuk ki, úgyhogy őt kifogjuk. Egyszer, aztán ezen kívül itt van ez a L'Oréal True Match púder, amit mondtam nektek már ott az üzletben is, hogy sajnos ez nem pont úgy néz ki, mint az én púderem, amit most volt a kezemben, és nem tudom, hol raktam be, tudok. Jaj, tudom. Tehát ugye most nem tudom, hogy melyik az újabb, meg a...
régebbi kiadás, mert erről sajnos nem látom, hogy mikor gyártották valami kódjáról, biztos ki lehetne ezt kutatni, nem is tudom, fú, honnan is lehet ezt kikutatni? Hogy mikori gyártmány, valami kódjáról szerintem úgy emlékszem, hogy ki lehet. Na mindegy, de lényeg az, hogy én mind a kettőt szoktam látni boltokban is, és webshopokban is. És nem tudom, hogy melyik az újabb vagy a régebbi, ez ugye ez a hullámos tetejű, ami már nem látszik, mert széthasználtam. Ez meg a sima lapos tetejű, és látszik, hogy a csomagolása is nagyon hasonló, de azért nem egyforma a feliratok. És azért egy kicsit félek, hogy remélem nem változtatták meg, vagy akár újabb, akár ez a régebbi, remélem, hogy nem más állagú. Mindenesetre most ki fog derülni, mert most mindenképpen ki szeretném emiatt próbálni, és egyébként pedig, mint látjátok, szerintem a kamerán is látszik, hogy az enyém az sötétebb volt, és remélem, hogy nem lesz nagyon hófehér ez az én arcomon, de mivel csak középen használom ezt a púdert, ezért reménykedem, hogy azért össze fogom tudni jól dolgozni. Ki fogom próbálni. Take a chance on faith, so take a chance. I never want no love back. Take a chance, take a chance on faith, so take a chance. Take a chance on faith. És még egy dolog van itt, ez a ceruza, ez meg az, szintén az Evelyntől. Ez a 24 órás gél, milyen pontos neve, gél eyeliner pencilnek hívják hivatalosan, intense color, 24 órás extreme wear, waterproof, tehát ez ilyen extrém tartóságot ígér, és a 07 levendula árnyalatban van meg nekem. A színe, már kikentem, mert szvacsoltam egyszer, pedig ilyen, és ez egyébként szerintem gyönyörűséges. Pont ilyenbe reménykedtem. És tök jó az állaga is, jól satírozható is, szerintem nagyon szép. És azért reménykedtem benne, hogy ennek erősebb színe lesz, mert nekem van egy Essence, azt megmutatom már mellé akkor, nekem van egy Essence lila ceruzám, aminek a színe ugyan tetszene, és ez is long lasting, meg mit tudom én hivatalosan, de intenzitásra ez nem elég. Ez alig látszik, mikor felviszem itt alul a vízvonalra és alá. Itt kézen is látszik, hogy intenzívebb az Evelyn, de itt kézen még nem is látszik annyira, hogy mennyivel, vagyis hát nem tudom, hogy az Evelyn milyen lesz, de ez eléggé eltűnik. És ennek valami erősebb változatát szerettem volna megtalálni, ami ez lehet akár. Illetve még egy hasonló a NYX-ből van, ez meg a NYX Epic Wear Liner Stickből, de ez meg már nem teljesen lila, vagyis hát nem ez az árnyalat, ennek meg ilyen színe van. Tehát ez már nem az az árnyalat egészen pontosan, amire én gondolok, tehát én ilyesmi, tényleg ezt az orgonalilát, vagy nem is tudom milyen lilát kerestem volna, majd meglátjuk, hogy milyen lesz, mert most mindenképp ki fogjuk próbálni. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never want to look back and wish I could have been. I'm never gonna. És arra gondoltam, hogy azért a szememmel sminkeljünk valamit, és ha már nem hoztam végül Evelyn palettát, akármeddig nézegettem, van nekem már egy korábbról vásárolt Evelyn Essential, mi ez, Rose palettám, amit viszont ki tudunk most próbálni egy kicsit ezekkel a termékekkel együtt. Na de akkor nézzük először az alapozót. Egyébként képzeljétek el most, hogy lemostam az előbb a kezemről egy sminklemosó törlőkendővel, az Essence volt a legegyszerűbb letörölni, az szinte nem volt feladat, az Evelynt már sokkal nehezebb volt, de még nehezebb volt a NYX-et. Most így hirtelen nem tudom, hogy ez nyilván szemen mennyire befolyásoló tényező, de azért csak elárul valamit ez is. Az arcbőrömet letisztítottam, és már korábban egy hidratáló lotion felhelyeztem, a hadalabót egyébként. Áldozottam már eltelt azért mondjuk egy 10 perc, de most nem akarok közvetlenül újabbat rakni az alapozó alá. És akkor az Evelynnek ezt az alapozóját fogom most használni, Wonder Match Lumi Skin Absolute Glow, és a 25-ös Sand Beige Warm árnyalatban. Na nézzük, kinyomok egy kicsit.
nem tudom mennyit, mondjuk még egyszer ennyit, így, és akkor Turbo Steamer Kabuki alapozó ecsetet hozom közben, és akkor nézzük! A szín szerintem tökéletes. Viszont erős illata van. Fú, ez jó erős. Ez biztos, hogy lesz, akinek nem fog tetszeni. Mert határozottan erős illata van. Viszont dermatológiailag tesztelt, meg ilyesmit, tehát ettől függetlenül nem kéne, hogy nagyon problémát okozzon. Allergiát, meg ilyesmit. Tehát bőrbarátnak kéne azért lennie, de intenzív illaton. Nagyon jó érzés. Szépek a pórusaimon is, vagy mi szép a pórusaimon is, és a pirosságaimat is egész jól lefette egyből, annak ellenére, hogy egyébként meg nem sokat hoztam, és nagyon kis lájtos fedésű. Úristen, de jó. Nagyon szép. Halljátok, ez nagyon szép. Csak ne lenne ilyen erős, nekem egy kicsit szaga. Nem szeretem az ilyen nagyon erős parfümös alapozókat. De ezzel még tudok élni, főleg, hogyha nem fog hosszú távon nagyon érződni. Egyébként a fél arcom meg nyakam kész. És még ilyen sok maradt a kezemen, úgyhogy nem kell belőle sok egyáltalán. Na nézzük, most így félig lealapozóztam, és akkor megnézzük az egyik másik oldalamat. Hát szerintem ez nagyon szép. Nagyon szép. Minimális átsejlése van, de érdekes, hogy bár elfedi a bőrhibákat, mert ott a pirosságom például teljesen eltűnt, de azért látom egy kicsit a bőröm textúráját, amitől meg olyan kis természetesebbé válik. Nagyon kis szép, és nagyon kellemes. Jaj, de jó! Na, ennek örülök, mert ez tényleg nagyon tetszik, és annyira sok hatóanyag van benne, annyira jó dolgok, és ahhoz képest viszont mennyi is volt az ára? Boltban megnéztem, megmutattam, mondtam, de ilyen 5000-es nagyságrend, vagy hogy is? Na mindegy, tehát abszolút nem drága ahhoz képest meg. Hogy azért ennyi mindent a drágább alapozók szoktak tudni. Ja, ez most nekem így hirtelen nagyon szimpatikus. Abszolút hozza ezt a trendi fényt is, ami most divatos, meg amitől olyan kis élettel teli lesz az arcod, meg fénylő a bőröd, viszont szerintem nem zsíros hatású, ugyanakkor meg szép a pórusaimon is, a szint is jól eltaláltam. Egy minimális annyi textúráját látom a bőrömnek, meg a saját bőrömet, hogy elhiszem, hogy tényleg ilyen természetes hatású, viszont amúgy meg nagyon szépen lehetségesített. Szóval nekem nagyon tetszik most így hirtelen. Egyedül csak az erős illata nem annyira, de az meg most már így nem zavar. Tehát így fölkentem, kenés közben éreztem, aztán ennyi. Szóval ez most tetszik annyira. Majd napvégén azért megnézzük, de tetszik annyira, hogy halljátok, még az is lehet, hogy új kedvenc alapozó. Vagy legalábbis az egyik új kedvenc alapozó. Ez dura. Nem teljesen számítottam mondjuk erre. És akkor most a következő lépés legyen az, hogy nézzük meg, hogy a két true match mennyiben tér el egymástól. Hozzok egy kúpos púderecsetet, és a L'Oreal true matchet, és akkor ez az, amelyik az új. És nagyjából azért tudom, hogy szokott viselkedni, úgyhogy mindjárt kiderül, meg hogy mennyire világos. Nagyon szép. De szép. Nagyon szép, és nem túl világos. Szuper. Jó. Nagyon örülök. Megkönnyebbültem, mert azért aggódtam. Itt a pórusokon nagyon nehéz jót találni nekem. És egyébként láttam a korrektort, most jut eszembe, úgyhogy mindjárt a korrektort még felrakom, és akkor arra is rárakjuk ezt a púdert. Az még nincs. De szuper, tetszik ez a púder. Ez is nagyon szépen viselkedik a pórusokon. És ez is ilyen úgy mattít, hogy közben azért nincs ilyen csúnya élettelen matt hatása, hanem csak így a zsírosabb felületeket kicsit jobban kordában tartja.
Úgyhogy szép, tetszik. Uff, tudjátok, milyen rossz az, amikor valamit nagyon megszeretsz, és nem lehet újra kapni. Az ilyen, meg akkor szüntetik meg, meg akkor változtatják meg, mikor te már nagyon rászoktál. Az Essence Multitask korrektorát raktam most föl, és akkor arra fogom rárakni ezt a púdert, hogy ott is kipróbáljuk, de szerintem nem lesz semmi probléma. Így egy kis fixálásnak. Teljesen jó. Ó, de szuper, most akkor megnyugodtam. Na, befejeztem az arckontúrt, felraktam a szemöldökömet, meg egy Urban Decay Primer Potion szín árnyalatban, szemhéjbázisként, és akkor jöjjön ez a paletta. Viszont én most egy kicsit visszafele fogok haladni, mert a ceruzát szeretném látni, hogy hogyan viselkedik, mielőtt kitalálom, hogy pontosan milyen lesz a sminkem. És akkor ugye az Evelynnek ez a Gel Eyeliner Pencil Intense Color 24 Hours Extreme Wear Waterproof, na, ez a teljes neve, 07 Levendula. Árnyalatban. Na nézzük, tehát én igazából itt alul használnám leginkább legtöbbet, és itt szeretném, ha jól látszódna a vízvonalon, meg akár, hogyha kihúzom az egészet itt alul, akkor, meg úgy is el tudom egyébként képzelni ezt, hogy mondjuk fölül van egy nagyon lighty, tényleg lighty smink, és egy tusvonalként ez, de így is tetszik, hogy így alul legyen, és ennek szép színe. Na ez látszik nagyon, az Essence ehhez képest alig észrevehető. Kicsit bevastagítom, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez a szín lenne az uralkodó, úgyhogy egy kicsit még tovább húzom, és aztán ebbe beledolgozunk valami lájtosat, pici sötétítést is azért, fölül. Jaj, nagyon szép. Na, pont ebben reménykedtem. Ez nagyon tetszik. De hogy is csináljam? Nézzétek, csak ilyen színek vannak ebben a palettában, ami abszolút mehet hozzá szerintem. Nem is fogom tényleg túlzásba vinni. Fogok egy nagy Turbo Stima Blending Brush-t. Ezzel a színnel fogok egy picit fölül. Itt. Elvinni. Egy kis highlightot adni ide neki. Nagyon lightos bemélyítést ezzel, de tényleg csak lightosan. Nem is hozom a small blendinget, nem akarok túl intenzíven. Még ennél is lightosabban szedek le mindent, és ezt jól elsatírozgatom. Tehát tényleg light itt szerettem volna itt is. Itt szabadon hagytam, de erre kicsit lesötétítettem meg erre, tehát a mélyítő, meg ahol egyébként is a legsötétebb szokott lenni. Így. Egy Turbo Stima Eyeshader brush-sal fogom egy picikét feldobni, valami lightossal szeretném. És azon gondolkozom, hogy vagy ez, nem szeretném, hogy nagyon-nagyon fényes legyen, vagy pedig pont azért ez esetleg egy kicsit sötétebbel. Szvacsoljuk ki. Tehát vagy ez, vagy ez. Hát ez nagyon intenzív, úgyhogy inkább a másikkal csak. Ezzel egy picit. Tényleg nem is túl sokat, csak hogy befejezzem a sminket valamivel, így ide lehelek belőle. Biztos vagyok benne, hogy ezt lehetne intenzívebben használni, de most nem szeretném. Tehát mindent ott igazából alul szeretném azt, hogy érvényesüljön az a lila. És ezért nem akarom
elvenni nagyon a hangsúlyt, túl fényes színnel így sem. Csak így ennyit. De nagyon szép kis lehelet van így itt a tetején. És akkor ezzel, ami külön örülök, hogy nem konkrétan fekete, hanem egy ilyen szürkés-barnás valami csoda, a Turbo Steamer Eyeshader Brush élére vettem csak anyagot vele, és hát tusvonalnak nem hívnám, amit most csinálok, de egy nagyon pici bemélyítést így csinálok, mint hogyha egy ceruzával akarnám mondjuk kihúzni, csak ez egy füstös ceruza lesz mondjuk. Hát úgy a feléig kb., meg ahogy sikerül, és ezt ide belehúzom. Hát mondanám, hogy tusvonal, de inkább csak füstöt. Egy ilyen, valahol ott, ahol egy tusvonal lenne, rá és össze ezzel a lilával. De a lila még most se tűnjön el teljesen, azt szeretném. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. Sziasztok, este van, nézzük az alapozómat. Én azt néztem, hogy szerintem még mindig nagyon szép. Kicsit kifényesedett, de ez abszolút még a tűrés határon belül van. Ha akarnám, újra tudnám púderelni. Kisült a vacsi közben. Igen, már most este van. De szerintem egyébként nagyon szép lett. A ceruzám azért egy kicsit fakult. Tehát azért 24 órának nem tudom, hogy mennyire lenne teljesen tartós, de azért egy kicsit vesztett a színéből, viszont amúgy fönt van mindenhol, tehát nem kerüldött el, nem is a vízvonalon nincs fönt mindenhol, de még ott sem mindenhonnan jött le egyébként. Látjátok? Nem tudom, mennyire látjátok. De lényeg az, hogy azért tartós volt szerintem a ceruza is. Ja, és nincs leporolva egyáltalán a ceruza, tehát úgy lehet egy ceruzát fixelni, mert krémes anyag, hogy egy kicsit ráporolsz, de erre én nem raktam semmiféle szemhéjpúdert sem, úgyhogy csak a ceruza van fönn, semmi más, ami egy krém, ami meg így azért elég jól fennmaradt a nap végéig. Most már tényleg este van, szóval nem is tudom, hány órát volt fenn, délelőtt csináltam a sminkemet, úgyhogy azért jól bírta. Az alapozó pedig csodálatos. Hát a kritikus helyeken, orfújásnál, meg az állam szerkesztettem is, voltam kint is, minden érte egyébként öltöztem át többször is,
stb. Itt jött le egy kicsit az orrfújásoktól, meg itt jött le egy picikét a könyöklésektől, de egyébként mindenhol nagyon szép, egységes még mindig. Nagyon jó, tetszik! Tetszik ez az alapozó, ez biztos, hogy fogom még sokat hordani, és el fogom használni. És gyanús, hogy újravevős lesz majd egyszer, ha kifogyok az alapozóból. De egyébként nagyon, nagyon tetszik. Tényleg. Tényleg. Na, hát szerintem nagyon jól sikerült beleválasztanom. Nagyon jó termékekbe, tehát tényleg ez az alapozó, ezt most ebben a pillanatban úgy érzem, hogy akár az új kedvencem is lehet, de mindenképp ott a kedvencek közt lesz. Nagyon tetszik. Majd azért megmutatom, hogy nap végén hogy fog kinézni, de kétlem, hogy olyan nagy tragédiák történnének majd vele. Nagyon-nagyon tetszett a fedése, a finise, az állaga, a terülékenysége, de minden szempontból. És nagyon vékony, nagyon kis lájtos, abszolút nem is érzem, hogy rajta van gyakorlatilag, és mégis lefett a kis pirosságaimat is, nagyon természetes, nagyon szép fénye is van, nem túl csucsogós, de mégis fényes, tehát így nagyon-nagyon tetszik, minden szempontból tetszik tényleg, és még a szín árnyalatot is tökéletesen eltaláltam, az egy jó étel volt. Aztán ez a ceruza, hát ez is nagyon tetszik, hát pontosan ezt a szint és pontosan ezt az intenzitást szerettem volna tőle, ez szerintem abszolút hétköznapokon is hordható, és nagyon sokféleképpen el tudom képzelni, hogy használjam. Nagyon tetszik az is, úgyhogy a púder is hál' Istennek olyan, mint amilyet szerettem volna, nem érzek nagyon különbséget a másik és e között, maximum, hogy ez egy picit világosabb, de az is nagyon tetszik, és nagyon szeretem, szeretni fogom, és ez pedig majd az alapozók csatája következő részében nem sokára ki fogjuk próbálni. Úgyhogy most ez egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt, és hát a végén láthattátok, hogy milyen Szabóra való tisztelettel azért előszedtem két egyébként tök jó kis termékemet tőle. Sajnálom egyébként, hogy ő megszűnt a Rossmannban, nem tudom, hogy a Vivien Szabó úgy általában megszűnik-e, vagy csak nálunk cserélték le, máshol is lecserélik-e az állványokat, vagy csak Magyarországon, vagy mi van vele, fogalmam nincs, mert egyébként nekem szimpatikus volt, és mindig is valahogy elodáztam, de mindig is szerettem volna tesztelni egy csomó termékét még, úgyhogy egyébként ezt sajnálom, de az Evelynnek viszont nagyon örülök, hogy a Rossmannba bekerült nálunk is. Volt Szegeden is másik Rossmannban eddig is, csak én arra fele sose jártam, tehát a mi Rossmannunkban most került be először, és ennek meg nagyon örülök. A lábit meg nagyon sajnálom, és azt visszacserélném, az nem volt jó a csere szerintem. Na mindegy. Igazából akkor végére is értünk. Írjátok meg kommentben, hogy ti fogtok-e valamit beszerezni, vagy szereztetek-e a glamour napokon valamit nagyon jó áron, vagy kipróbáltok-e most valamit a kuponoknak köszönhetően. Mindenre kíváncsi vagyok, írjátok meg, és legyen csodás napotok, és lájkoljátok ezt a videót, hogyha eddig még nem történt meg, és iratkozzatok fel csatornámra, mert ez nekem nagy segítség. Köszönöm, hogy itt voltatok ma is velem, legyen csodás napotok, és jó vadászatot! Sziasztok!